Mindenkit szeretettel köszöntök a Orientalisták az OSK-ban című sorozatunk mai előadásán. Engedjék meg, hogy bemutassam dr. Vojtila Gyula, professzor emeritus urat a Szegedi Egyetemről, a doktorát, a Tudományos Akadémia doktorát, aki a mai alkalommal gondolatok a és egy világvallás megszületéséről című előadását hallgathatjuk meg. Köszönöm szépen! Tisztelt, fő, tisztelt Főigazgató úr, kedves kollégák, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Előadásomban a Butha életének datálásával, a korabeli indiai társadalomhoz való viszonyával és az eredeti tanítás néhány gondolatával szeretnék foglalkozni. A standard kézikönyvekben és a lexikonokban, vagy manapság a neten, részletes butha életrajzok találhatók, és ezekben határozott évszámokat találunk, a születési, illetve halálának az évszámait. Az ókori India történetéről szóló legjobb kézikönyvekben, összefoglalásokban is a Buthára vonatkozó évszámok az egyik megbízhatónak tűnő adattal szerepelnek, az egyébként teljesen bizonytalan indiai kronológiában. Indiában ugyanis nem volt történetírás, és nem tartották olyan fontosnak, hogy rögzítsék a nagyobb eseményeket, vagy az egyes embereknek a ö, életét. A buddhizmussal foglalkozó tudósok körében azonban az 1970-es évek, 80-as évektől újabb és újabb. Ö, kihívások érkeztek, az egyes területek szakértői a saját hagyományuk, tehát indiai, burmai, tibeti, japán, kínai, meg más hagyományok alapján megpróbálták újra tárgyalni azt a kérdést, hogy a buddha mikor, és, mikor élt és mikor halt meg. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben, amikor sok-sok vélemény fut, konkrétan ezeknek a vizsgálatoknak az eredményt három vaskos kötetben ö, publikálták, tehát ha valaki kézbe veszi, akkor nagyon tanács tanácstalan marad, és nagyon elbizonytalanodik, hogy akkor hogy is van ez. Hát erről szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel, illetve természetesen elmondom, hogy én hogyan képzelem el a megoldást, vagy legalábbis egy elfogadható elképzelést. Azzal kellene kezdeni, hogy a 19. század utolsó évtizedeiben, amikor az orientalisztika ugye általában virágkorát érte, sok-sok egyetemen tanítottak, a kiadók fogékonyak voltak a újabb munkákra, akkoriban fordították le ugye Oxfordban a 50 kötetben a keletszen könyveit, és sok minden történt akkor a buddhizmus berobbant az akkori világba, és nagyon népszerűvé vált. Tehát azt lehetett látni, hogy Angliában, Németországban, sőt itt Magyarországon is voltak követői, ami más szellemi áramlatokkal együtt megerősödött. Azonban a 80-as években a vallástudományban a akkori divatos irányzat egészen furcsán állt ehhez a kérdéshez. Egészen konkrétan a természettudományok Darwin után uralták a tudományos életet úgy általában. Erre mindig kísérletet tesznek a természettudósok, hogy a módszereiket ráruházzák a bölcsészekre, humán tudományokra. Ennek az volt az eredménye, hogy a természetmitológiai alapon próbálták magyarázni például a buddhista mitoszokat. Az egyik legkitűnőbb francia kutató, aki egy kitűnő munkát, ma is használható munkát írt Butháról és a eredeti tanításáról, arra a végkövetkezésre jutott, hogy nem is volt a Butha, hanem tulajdonképpen egy napszimbólumnak a későbbi megszemélyesítője. Most, meg kell mondanom, hogy ezek a kicsit eretnek gondolatok időről időre előjönnek. Én emlékszem a 80-as években, amikor a neoliberalizmus tombolt Oxfordba, akkor még olyat is mondtak, hogy hát lehet, hogy a Jézus se volt, a Butha se volt, a Mózes se volt, és hát lehet, hogy a Mohamed se volt. Hát ma azt azért nem nagyon mernék mondani. Most Butha esetében konkrétan nem is olyan egyszerű a helyzet. Tudjuk, egy összefüggő Butha életrajz nem maradt ránk. Sokkal a halála után, a feltételezhető haláltán sok évszázaddal keletkeztek mondjuk így legenda gyűjtemények, illetve szép irodalmi feldolgozások, amelyeket egyáltalán nem lehet tudományos munkaként értékelni. Tehát azt lehet röviden mondani, hogy a buddha tanításáról sokkal többet tudunk, mint magáról az emberről. Megnehezíti egy kicsit a dolgunkat még az is, hogy Indiában a írásbeliség nagyon késői. Tehát a Krisztus előtti harmadik században maradtak ránk az első, tulajdonképpen ma is meglévő írományok, de ezek rövid feliratok, kőre tartós anyagra készült feliratok, a később, tehát sokkal későbbiek a, azok a kéziratok, amelyek a buddhista tanításnak a lényegét rögzítették. Tehát ez megnehezíti, és ugye tudjuk, hogy a szerkesztés, a másolás az bizony az eredeti szöveget torzítja. A másik, ami feltűnő butha esetében, hogy buthát sokáig nem ábrázolták. Ez egy ma is részben megoldatlan rejté, ha a ránk maradt legkorábbi domborművek, azok még nem háromdimenziós szobrok, Krisztus utáni első század közepe, harmadik harmada. Tehát ez nagyon késő, mert majd látni fogjuk, hogy Butha azért lehet, hogy Krisztus előtt 500 körül élt. <laughs> Tehát ez egy óriási nagy, hosszú szület. Most ennek a megoldását én most nem tudom elmondani, mert mások is ezzel sokat foglalkoztak. A lényeg az, hogy talán a buddhista hívek a meditáció során elképzelték maguknak a buthát, egy eszmei buthát, és az nekik elég volt. Tehát nem kellett sem egy ikon, sem egy szobor, semmi ahhoz, hogy a buthát, ami fontos volt számukra, majd látni fogjuk, egy buddhistának állandóan buthára kell gondolnia. A buddha név közismert, de azért mégis egy szót érdemel, azt jelenti, hogy megvilágosodott. Ez ugye egy ö, ö, multidejű szenvedő melléknél név, ugye latinul egy participium perfectum passivi, a buddha a megvilágosodott, és azért ö, a buddhát szokt használom, mert az indiai idő felfogás szerint a világ örök, és ciklusok váltják egymást, ezt a buddhisták is átvették, és ez azt jelentette, hogy a későbbi korban arról beszélnek, hogy sok buddha volt már a világban, de a buddha az a mi buddhánk, a történeti buddha. Tehát egy kicsit olyan erőltetettnek tűnik, hogy a buddha. Mondjuk a bizonyos nyelvekben ez nem annyira, mert a dr. buddha, vagy d. buddha. De magyarul mi, régebben én is csak a buddhát használtam. Az eredeti neve Butának Gótama volt, Gótama Szithártha, vagy Szithártha Pál itt Most azért mi a két formát mondok, mert ja, szanszkrit az a szanszkrit az a, standard, klasszikus, tudományos nyelvés, ezért minden buddhista szónak vagy kifejezésnek hát van egy szanszkrit formája. Egy észak-indiai kisváros államból származott, ami ma Nepálhoz tartozik, és születési helye -e pedig egy kis falu volt. Ennek az az oka volt, hogy az anyja, amikor a szül, szexszületése előtt elment még utoljára meglátogatni a rokonait, és hát az úton érték a szülési fájdalmak, egy fa ágába kapaszkodva szülte meg a fiát. Erről igazán használható forrásaink nincsenek, mert a későbbi legendák ezt egészen isteni születésnek mondják el. Tehát, hogy az anyja sem a férjétől fogant, hanem az egyik istennek a kedvenc elefántja hatolt bele az oldalába, egy fehér elefánt, és azután az istenek megegyeztek abban, hogy most itt az ideje, hogy a földre jöjjön egy csodálatos valaki, aki a butha a kis újszülött azonnal a megszületés után hét lépést tett, hét az minden kultúrában egy jó szám, és oroszlá hangon azt kiáltotta, hogy én vagyok az első a világon, én vagyok a legnagyobb a világon, ez az utolsó születésem, ez a nagyon fontos megállapítás, véget vetek a születésből, az öregségből és a halálból származó szenvedésnek. Tehát ez az utolsó két mondat, hogy ez az utolsó születésem nagyon fontos, mert Indiában a, a születéseknek a végtelen során megy át minden lény, azért mondom minden lény, mert nem csak az emberek, hanem a növények és az állatok, sőt, még az élettelen tárgyak is. És Butha azt ígéri, hogy egy olyan tanítást hoz, amiben segítségével mindenki megvalósíthatja magát, és kiléphet ebből a, ebből a, sorozatból. Most a, fontos, hogy a születés, öregség és halálból származó szenvedés. Ugye a szenvedés szó, majd látni fogjuk egy problematikus kifejezés, szó szerint szenvedésről van szó, ez azt jelenti, hogy fájdalommal jár minden. Hát a születéstől kezdve az öregség és a halál, ez valóban így van. Születése után hét nap alanya meghal, és az anyai nagynénye neveli föl. Ez egy jegyzetet lehetne fűzni, hogy azért hal meg az anyja, mert még egy valakit nem szülhet ez a nő. Ugye egy tökéletes lény szült, és ennyi az ő sorsa. Apja egy kisvárosnak a vezetője, a későbbi hagyományban királynak mondják, a butát pedig királyfinak. Ez nem egészen pontos. Az apja egy olyan jellegű vezető lehetett, mint az észak-itáliai államoknak, mondjuk Firenzének vagy Milánónak a előkelő patriciusai, akik hát, politikai meg gazdasági szempontból az első emberek voltak. <kül> Most ez a város egy olyan város, ami a Nepál, ma Nepálban van, de a hegyekhez közel állt, tehát egy kereskedő város volt, és majd látni fogjuk, hogy a városnak a struktúrája, illetve a a jogrendszere, a, a, egyáltalán a mindennapi élet modern szóval demokratikus volt. Egy kicsit furcsa hangzik, de a görögök, amikor Nagy révén elmentek Indiában, néhány ilyen várost köztársaságnak neveztek. Ez egy kicsit furcsa, hogy az angol szakirond a Republicsnak nevezzük. Tehát ez egy olyan hely volt, ahonnan Buddha bizonyos demokratikus hagyományt hozott, és ez majd meg fog látszani akkor, amikor a tanítványait megszervezi, és hát kialakul a világon először az, hogy szerzetesek együtt élnek, ami nem egy olyan egyszerű dolog idegeneknek együtt élni, pláne egy olyan kultúrába, mint India. Fiatal korának néhány meghatározó eseményéről, házasságáról, és főleg a 29 éves korában bekövetkezett nagy fordulatról, amikor elhagyja az otthonát, az utalások vannak, de ez nem egy rendszeres életrajzban van, hanem a, a buddhista kánon különböző részeiben, illetve a sokkal későbbi ö, irodalomban, ami inkább legenda irodalom és szép irodalom. A megvilágosodásáról és a tanítása kezdetéről viszonylag pontos feljegyzések vannak. Itt is az a gond, hogy nyilván ez élő szóban hangzott el, az első, majd idézek belőle prédikációja, amit később megszerkeztettek, amikor eljött az, hogy írásban rögzítették, és az nyelvi, meg stilisztikai változásokat is hozott. Aztán a tanítása kezdetétől majdnem 40 év eltelik, amiről nem tudunk szinte semmit. Csak legfeljebb epizódokat tudunk, a hagyomány, meg a kánon egy-egy eseményt rögzít. Hát az egyik, hogy például tíz év után elment abba a városba, ahol a rokonai laktak, és akkor még mindig egy fiatal embernek számított, és nagy sikere volt. Ő azonban meg akarta téríteni a rokonait is, ami részben sikerült, és tulajdonképpen mindenkit megdöbbentett, hogy ez a híres családból származó ember mezitláb, koldusruhában rótta az utcákat. A legpontosabb ismereteink életének az utolsó három hónapjáról szólnak. Ez a kánonban rögzített szöveg. Ez azért mondjuk leghitelesebbnek, mert egy csomó olyan dolgot lehet itt olvasni, ami mondhatnám, hogy egy nagy vallás alapítóra nézve nem hízelgő. Tehát az, hogy ő közel 80 éves, göthös, beteg, alig vonszolja magát, panaszkodik. És amikor kérik a tanítványai, akik őt már isteni lénynek vélik, később ugye az is lesz a buddhistáknál, hogy hát tehetne egy csodát, élhetne örökké, vagy legalább 50 ezer évig, akkor azt mondja, hogy nem. Nekem az a sorsom, hogy én egy ember vagyok, és unoka öcsének, aki egyben titkára, hát azt mondja, amikor eljön az a perc, hogy hát meghal, az életet alkotó elemek természete a mulandóság buzgon törekedjetek célotok megvalósítására. ez az utolsó két mondat, amit mondott, az életet alkotó elemek. Ez egy tipikus indiai kifejezés, az indiaiak szeretik a nagy felsorolásokat, tehát nem azt mondják, hogy egy embernek egy szervezete van, hanem 64 részből áll. <laughs> tehát ezek az elemek, amikből áll. Ez az indiaiaknak ez a beskatujázó osztályozású hajlama, ez fantasztikus ami ma nagyon jó jön, mert ugye India közismerten egy szoftver nagy hatalom, meg sok nagy hatalom. Tehát ez egy speciális gondolkodás. És azt mondja, hogy buzgón törekedjetek célotok megvalósítása, ez nagyon általánosnak tűnik, de ugye azok siránkoznak, hogy mi nem jelölsz ki helyetted valakit, aki majd a vezetőnk lesz, vagy szervez meg az egyházat, vagy valamit. Ő azt mondja, hogy buzgón törekedjetek. Ő elmondta, hogy mit kell és hogyan. Itt éltem köztetek, hát emlékeztek, hogy én mit mondtam. És aztán majd, amikor tényleg az első zsinaton összeállítják az ő tanításait, akkor az úgy működik, hogy a 500 szerzetes ott ül, és akkor felolvassa az egyik, hogy ő elmondja, hogy ő, hát ezt meg ezt mondta a butha, és akkor tanukat állítanak. Tanukat állítanak. És nagyon érdekes dolog, hogy az már majdnem kész a kánon, amikor megjelenik egy szerzet, és akit nem hívtak meg egy távoli vidékről, és hát először nem akarják ott befogadni, de a buthának a borbéja, aki minden esetben ott volt, a borbélyok Indiában a kisegítő szolgák, tehát minden szertartásnál ott vannak, tehát minden szavának szinte tanulja volt. Amikor ez a messziről ember néhány dolgot említ, amit a többiek nem mondtak, akkor be, azt a rábólint a borbé, tehát végül is beveszik. Ez sok mindent elárul, tehát az, hogy a buddhisták nagyon nyitottak mindenképpen. Tanításának ha rövid összekezése, az, és a legfontosabb üzenete, hogy a világ változik. Ezt nagyon nehéz néha megérteni, mert néha úgy változik, ami nekünk nem tetszik. De ez nem számít. Mi csak egy pont vagyunk benne, az ember pedig törekedjék, nem mástól várja, a ö, tökéletesedését. Ugye egy olyan országban, mint India, ahol sok isten volt. Ugye a régi szövegek szerint 3333 isten. <laughs> Tehát ez ugye egy ilyen, szokták mondani, egy sok. De azért valóban sok volt. Mindennek volt megfelelő istene. Ez egy új dolog volt, hogy nincs szükség az istenekre, mert mi megvalósíthatjuk magunkat. Ez egy nagyon modern és merész dolog. Tehát Budha halála előtt, ugye végül is ezt mondta, hogy törekedjetek, és ahogy említettem, a halálának a eseménye, illetve az megelőző három hónap a legfontosabb. Így a hagyomány szerint a legfontosabb az lenne tudnunk, hogy mikor halt meg a Budha. Az, hogy mikor született, az kevésbé érdekes. És abban korán megegyezett a hagyomány, hogy kereken talán 80 évet élt, ami elég szép Indiába, mert én emlékszem, amikor először voltam Indiába 73 ba akkor 32 év volt az átlag életkor. Tehát azért az komoly dolog. Mikor is halt meg a Ez akkor a kérdés. Nem könnyű erre elfogadható választ adni, főleg, hogy mindenki megelégedjen vele. Ugye a nagy gond az, amit említettem, hogy Indiában nem létezett történetírás az ókorban, és a ránk maradt páli nyelvű, páli nyelvű buddhista kánon is csak sokáig szóbeli formában létezett, lejegyzése sokkal később történt. Az európai intellektuális körökben, ezt meg kell említenem, ugye sokan hivatkoznak Kár Jászperszre, a német filozófusra, aki ugye az a Axis elméletével, hogy a Krisztus előtti első évezred közepén a világ megbojdult, és egyszerre sok fantasztikus ember jelent meg. Szokrátésztől, ugye Konfucius, Zaratustráig, Buthaig és egyéb. Most hát nekünk történészeknek, filológusnak ez egy túl elnagyolt kép lenne, itt tudjuk, hogy problémák vannak. Egyedül, ha őszinték leszünk, akkor Szokrátésznek az évszámai úgy nagyjából az rögzítettek, de a többi messze nem, mert az Aratusra is van, akik szerint Krisztus előtti második évezred végén élt, mások szerint hatodik század, és a többi Konfucius is, amennyire ismerem, nem olyan egyszerűen datálható. Tehát egy orientöst a számára más kell hagyni, ez egy tetszetős, szellemes megjegyzés, de legfeljebb a filozófia történészeknek jó. A buddhista világ hagyománya két nagy részre oszható. Vannak az úgynevezett déli buddhisták, és vannak az északi buddhisták. A déli buddhisták ugye a mai Sri Lanka, Ceylon, Tajföld <tosz> ta, Burma, Milyen már ugye mai nevén, ezek a legnagyobb déli buddhista országok, ahol élő a buddhizmus ma is. A hagyomány szerint a Buddha halálának a 2500. évfordulóját a déli buddhisták 1956-ban ünnepelték. Most, ha ezt számítjuk, akkor ugye 5, Krisztus előtt 544 jön neki, hogy akkor halt meg. Ez nem olyan távol lehet a valóságtól, de nem olyan egyszerű. A 1970-es évek végéig a szakirodalomban ezt, mint hosszú kronológiát tartották számon, és volt, aki ezt egy kicsit moz, változtatott rajta, tehát akkor azt mondták, hogy a buddha, hát 500 ez, ez sok azért, inkább a halálát kell erre a 560 körül az sok, és hát inkább a születését kell 560-ra tenni. Aztán fölmerült a, egy más elmélet, ami arból indult ki, hogy elemezték a Ceyloni krónikákat, ahol elég jól rögzítették az egyház történetben a hagyományt. Tehát úgy, mint ahogy a kereszténységben is, hogy voltak az apostolok, és aztán azok ugye a tanítványaik révén a, a kereszténységet terjesztették. Tehát a buddhizmusnál is valami hasonlót meg lehet figyelni. Tehát vannak úgynevezett tanár és tanuló listák. Csak az a gond, hogy hát mennyi évvel számolunk egy-egy generációnál? Ugye ez egy nehéz kérdés, egy statisztikai kérdés. Hát ha következetesen 30 év körüli generációkkal számolunk, akkor sokkal később halt meg a butha, tehát akkor lehetséges, hogy akár Krisztus előtt 380 körül. Hát ennek a felfogásnak is vannak nagyon rangos és komoly képviseli. 1985-ben egy konferencia, ahogy említettem, három kötetben jelent meg, ebből sajnos mindenki számára elfogadható vélemény nem alakult ki. A történészek nagyon nehezen fogadják el ezeket a vitákat, ahogy említettem, a kézi könyvekben makacsul, a halál most is, ő, Krisztus előtt 486 vagy 481 volt tehát a jelenleg is ez a helyzet. Több más kutatóval együtt én látok egy más lehetőséget is arra, hogy egy kicsit jobban behatároljuk, hogy mikor is élhetett a butha. Többek között egy lehetséges út az, hogyha megnézzük, hogy azok a városok, amelyek a buddhista kánonban szerepelnek, olyan városok, ahol butha tanított vagy élt, Ezeknek a városoknak, ha megpróbáljuk megnézni a régészeti emlékeit. Itt nagyon megnehezíti a dolgunkat az, hogy India sűrű lakott terület, meg a másik gond, hogy Indiában a elemek pusztító hatása miatt, árvizek és egyebek révén szinte alig van olyan település, ahol stabilan megmaradtak volna több ezer éves építmények. Ennek ellenére egy komoly kísérlet volt, a Cambridge Egyetem közismert az egyik legkomolyabb régészeti intézettel rendelkezik, a McDonald Intézet Cambridge-be. Ott egy 1980-as évek végén egy PHD dolgozat született, aminek az az érdekesség, hogy egy magyar származású fiatalember készítette egy Erdősi György, George Erdősi, aki nagyon lelkiismertesen az angol régészeti anyagból elérhető a városokra vonatkozó adatokat kritikusan átfésülte, és azt az eredményt szűrte ebből le régész szemmel, hogy ezek a városok 500 és 300 között érhettek el egy olyan fejlettségi fokot, amelyek egy városnak nevezhetők, illetve amelyekre utal a kánon, amikor meg a későbbi művészet, tudnék, a később a röljefeken is vannak városképek, de hát ezek mindig stilizált és idealizált képek. Tehát ha a régészeket követnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ugye 500-300 közül hogy hát ez a úgynevezett rövid kronológiát látszik bizonyítani. Persze itt a nagy gond az, hogy a városoknak a feltártsága nagyon szegényes, tehát egy igazán feltárt egyetlen város van Indiában, ami a mai Pakisztánban van, a Taxila, amit ugye a Nagy Sándor életrajzból is jól ismerünk. Ott olyan falusias körülmények voltak, hogy az angolok még a háború előtt egy igazi ásatást tudtak végezni, ami azt jelenti ugye, hogy lemenni egészen olyan mélységi, ahol már csak a szűz van, illetve elmenni horizontálisan, ameddig gyanunk van arra, hogy építmények vagy emberi létesítmények nyomai vannak. Hát ezt alig van olyan hely a világon, ahol meg lehet valósítani. De azt kell mondanom, hogy Erdősi egy nagyon kritikus és alapos munka, hálásak vagyunk neki, de azért ez nem lehet perdöntő. Szerencsénkre, mert az régészeknek azért kell szerencse is, de sokszor, amikor nagy építkezések vannak, vagy nagy változások, akkor kerülnek elő dolgok. Tehát a butha életében egy nagyon fontos hely, a hinduk szent városa Benáres, ahol ő is szerepel, az első predikáciát a Benárestől nem messze lévő ligetben fogja elmondani. Tehát a Benárez környéki településeknek a feltárásában volt egy kis elmozdulás. 2000 után, ami azért nem olyan régen volt, egy Benáreszi egyetemi professzornő, aki egyébként egy kiválóan képzett régész Amerikában PHD-zett, néhány alap kisebb települést is feltárt, illetve ő is utána járt annak, hogy a, az a hely, egy szárnát nevű hely, ahol a buddha az első prédikációt elmondta, az régészetileg hogyan datálható a buddhista kánonban, amikor olvassuk, azt látjuk, hogy a buddha különböző településeken be, beszél, vagy tanít, vagy megszáll. Most ezeknek a kánonban van egy nomenklatúrájuk, és hát az indékok, hogy mondtam, szeretnek osztályozni. Itt van ilyen, amit falunak neveznek, van, amit ilyen kisebb vásárhely, piachelynek neveznek, van, amit városnak neveznek, és van, amit nagyvárosnak neveznek. Hát, hogy mit értünk nagyvároson, az egy nehéz kérdés ugye az ókorban más. A, tehát Benárez körül több, kisebb-nagyobb települést sikerült feltárni, de ezek nagy része falusi jellegű. És úgy tűnik, hogy 300 Krisztus előtt, 300 előtt még a városnak ezek ilyen szatellit települései voltak. Az biztos, hogy minden város, ugye sokszor, majdnem minden város a kereskedelem és a kultúra kölcsönös együttlétének köszönheti a fejlődését. Ez is egy olyan hely volt, benne ez környék, ami a nagy kereskedő utaknak a kereszteződése volt. Tehát itt létezett egy nagyon magas fokú kultúra, ami a brahmanizmus vagy más néven hinduizmusnak a kultúra, kultúrája volt, ma is ugye ez a hinduizmusnak a szíve. Tehát feltételezhetjük, hogy a buddha azért megy ide, és itt mondja el az első prédikációját, mert ez egy ismert hely volt a, a utak kereszteződése volt, illetve arra is gondolatot, hogy itt van egy olyan fogadó közönség. Még akkor is, ha azok hát egy más kultúra, más műveltség hordozói, de akik ö, intellektuális emberek. Ö, ahol ö, elmondja az első prédikáciát, az egy ö, ligetszerű hely volt, és ennek a kánoni neve, egy furcsa név, az a neve, hogy a bölcsek vagy az égi ö, szenteknek a leszálló helye. Ez egy furcsa hangzik, ugye ezek a ö, szentek, meg a jogik is ugye, rendelkeznek azzal a különleges erővel, hogy tudnak repülni. Tehát időnként a Himálajat csúcsáról ö, ö, repülnek az India különböző helyeire, és ez egy ilyen hely lehetett, a leszálló hely. A másik neve ennek a helynek az őszpark magyarul, tehát egy erdős terület volt, amiről sajnos sokat nem tudunk, mert az a mondjuk már beépített terület, amit ma a buddha prédikáciának a helyének tartunk, az a régészet szerint, és ez elfogadható, nem előbb, mint a Krisztus eti harmadik században épült ki. És ennek meg is van az oka, mert akkor van uralmon egy olyan dinasztia, amelyik konkrétan az egyik legjelentősebb képviselője, a császár, a buddhizmusnak a nagy pártfogója, tehát bár ennek a helynek a képítése nyilvánvaló politikai és más okokból történt. Ha összefoglaljuk a kérdést, látjuk, itt elágazó ismereteink vannak, tehát vannak falvak, talán voltak bizonyos városias jellegű települések, ahol a buddha megfordul ha ezt, ezeket megpróbáljuk valamilyen egységbe hozni, akkor azt lehet mondani, hogy valami kompromisszumokat kell hozni. A jelenlegi nemzetközi buddhizmus kutatás talán egyik legjelentősebb képviselője, egy német professzor, Oscar von Hinüber, úgy gondolja, hogy a buddha lehet, hogy fiatal korában főleg falvakat járt, és aztán hát a 80 évig élt, tehát közben a világ változott, és talán ez magyarázatot ad, hogy igazi városokban is megfordult. Most az bizonyos, hogy ha megnézzük, hogy a buddha milyen nyelven beszélt, ez egy érdekes kérdés, mert ugye maga a buddhista kánon nem szanszkrit, hanem páli. Most a páli nyelvnek a kialakulása az egy hosszabb folyamat volt, ez egy irodalmi nyelv mindenképpen, de feltételezhetjük, hogy egy észak-indiai köznyelvnek a irodalmi nyelvé változásával alakult ki. Ráadásul a buddha valószínűleg úgy beszélt, mintha mondjuk egy német prédikátor végutazná Németországot, és venni azt a fáradt hogy a helyi dialektusokon is néhány mondatot befűz a beszédében. Hát Buta mindenképpen egy nagyon jó kommunikátor volt. Tehát, azt lehet mondani, hogyha egybevetjük az összes szempontokat, hogy nem tudunk mondani egy fix az európai számunkra igazán elvárható évszámot. Most az indiaiak számára ez sose volt gond, mert amikor először Indiában voltam és megkérdeztem a leghíresebb költő életkorát, akkor mosolyogtak az indiaiak, és azt mondták, hogy nem mindegy, hogy mikor élt. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt mondták, hogy az a lényeges, hogy hogyan írt és olvasunk el néhány strófát, ami más így nem tud írni, és ezzel elégedjünk meg, ugye? Kálidászáról volt szó. Tehát felverül az a kérdés, hogy nekünk kell-e, vagy mindenképpen kell-e annyira ragaszkodnunk a, eh, ahhoz, hogy fix évszámokat mondjunk, vagy pedig másról van szó. Hát az indiek számára ez nem olyan fontos dolog, eh, amint mondtam, egy kicsit, ha finomítjuk mégis ezt a felfogást, akkor azt mondhatjuk, hogy a 20. század legjobb indiai történetírói, akik közül ketten Londonban szereztek PHD-t, ott az 50-es, 60-as években egy Besem nevű professzor volt a iskola vezetője, és Romila Tapár, vagy az én kedves mesterem, Ramsalán Sárma is ott doktorált, ők az angoloktól átvettek egy olyan szemléletet, hogy a nem nagy ugrások vannak. Tehát az angol régészek se szeretik például a nagy népvándorlásokat, a nagy forradalmakat, hanem az egy processzus, az egy folyamat. Ebben sok igazság van. India meg különösen egy folyamat. Tehát a technikai, gazdasági, tudományos eredményeket nem lehet úgy abszolút kötni 50-100 évhez. Tehát fokozatosság van, és egy folyamat, olyan, mint mondta Sarma barátom, hogy hömpölyög a tömeg, amikor tényleg százezrek mentek, és hát ilyen India, vagy a Ganges, ahogy folyik. Ö, azt lehet mondani, most ezek a történészek az 50-es, 60-as években az angol hatásra többet foglalkoztak történettel is, meg történettel is, és ők azt gondolják, hogy kialakultak Észak-Indiában, hasonló hasonlóan, máshol olyan kereskedőhelyek, mondhatnám város előzmények, ahol természetesen a hagyományos társadalom is egy kicsit változik. Tehát kialakul egy vagyonosabb kereskedő réteg. Itt megint bajba vagyunk, mert képzeljék el, hogy nem kerültek elő pénzek ebből a korból. Ez egy nagyon megnehezíti a kérdésünket, meg ugye írás sem volt, de mégis volt egy vagyonos kereskedő réteg, mert lehet azért sokféleképpen, ugye meg tudunk állapodni áruban is, meg sok módja van annak, hogy lehet kereskedni. És érdekes módon ezek a kereskedők, illetve a családjaik, egy egész más életmód, egy má, ahogyan látjuk a buddhista írományokból, egy más életmódot képviseltek. Például feltűnő, hogy ezekben a családokban a nők mennyire önállóak. Megvan a hozományuk, végig megmarad a hozományuk, saj, sőt, esetleg komoly saját vagyonnal rendelkeznek, tanulnak, művelődnek. És előfordul, hogy például a butha egyik pártfogója esetében, hogy a férje nem is buddhista, de semmi okot nem lát arra, hogy szemrehánya a feleségének, hogy Buthát a 500 tanítványával miért látja időnként vendégül. És miért jótékonykodik, ugye? Hát ez a 500 ez mindig egy olyan jó szám, valószínűleg egy nagyobb számú csoportról van szó. Aztán a másik érdekes dolog, hogy a falvakban egy olyan nagycsaládi rendszer létezik, ahol a nagycsalád feje valami olyasmi, mint a latinból ismert paterfamiliász, aki egy komoly szereplő, egy önálló ember, tehát a falvaknak néhány ilyen paterfamiliász alkotja a vezető rétegét. És ezek nagyon önállóak. Ezek a falvak, mondhatjuk úgy olyan önálló közösségek, amik egész az újkorig fönnmaradtak, és ezeknek az embereknek a önállátó gazdasága egy nagy függetlenséget okoz idézelő. Tehát ezeknek az embereknek is meg volt a módjuk, hogy belátásuk szerint a butrát támogatták. Tehát valóban a falvakban is megvolt az a háttér. Most ha tovább megyünk, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen volt egy szociálisan nyitott, kicsit mobil réteg. Ennek az volt az oka, hogy a hagyományos indély rendszerbe, ezt még akkor nem rendszernek nevezték, de egyszerűség kedvéért nevezzük annak, Ugye nyomasztó volt a úgynevezett brahmanák. Önök a egyeduralma, akik a szanszkrit nyelvet, a vallást, a kultúrát és mindent uraltak. Ez mind máig is így van, mert döbbenten láttam pár hete, hogy egy 140 millió ember sztrájkolt Indiába, és voltak felvételek és atrocitások, és letartóztatták az egyik szakszerveti vezetőt. Hát mit mondjak, az is egy brákmana volt. Vagy a, ne, a maoista, kommunista párt vezető is mind azok, hát úgy látszik, az egy, olyan, mint az úri huncu a politika, tehát a, az foglalkozik vele, aki művelt ember. No, a, keveset tudunk, ahogy mondtam, az életrajzok szinte alig maradtak ránk, de szerencsénkre a buddhista kánonban van egy különleges könyv, aminek az a címe, hogy a szerzetesek és a szerzetes nőknek a vallomásai tanúságtételei. Ezek nagyon szép versekbe vannak írva, tömören mindenki elmondja, hogy én ez és ez voltam, és ez lett belőlem. Most ezek nagyon különböző emberek, mert például vannak köztük, ugye, akik prostituáltak voltak, mindenféle emberek vannak, gazdag, szegény, mindenféle helyzetű emberek, és a végén ugye ők a butha követőiként tökéletesé váltak. Most sajnos az a gond, hogy ennek a ugye csak a kommentárja mond néhány adatot a személyekről, ami, több, ami sokkal későbbi. Tehát mindig ez a gond Indiában, hogy sokszáz éves időbeli eltoldások vannak. De mégis, ha óvatosan egy statisztikát csinálunk, akkor a versek szerzői közül több mint kétharmad az városi lakos volt. Ez, ez sokat mond, és ezek közül a kétharmad közül is 86% négy városból van. Ez azért valamit elárul, illetve ha a kasztjukat, származásukat nézzük, egy 328-ból 328, 328 álló mintavéter alapján, 328-ból 134 a legfelsőbb kaszba tartozott. Tehát név szerint is a buta főbb tanítványok közül nyomasztóan sokan vannak. Aztán 75-en úgynevezett nemesek volt voltak, ugye szanszkritulak, satriák, akik ugye, nemesek katonák. 98 az úgynevezett vajisja volt, tehát ezek lehettek kereskedők, kézművesek vagy egyebek, vagy gazdag gazdák, földművesek. Viszont volt köztük 11, aki nagyon alacsony kasztú volt, sőt 10 kaszton kívüli, ami Indiában egy nagyon súlyos dolog, tehát a sepregetők, mint egyebek a számba vettek közül a fele gazdag, befolyásos családból származott. A, ezek a brákmanák nem csak hagyományos falosi papok, hanem művelt ö, városi intellektuelek. Maga a Butha, ö, ahogy mondtam, egy olyan városból származott, ahol ez a kaszrendszer nem működött. Mégis, amikor ugye, élete nagy részét olyan helyen töltötte el, ahol a kaszrendszer létezett, ez is egy fantasztikus dolog, hogy ő ezt akadálytalanul vette ezt a gondot, és mintha ott született volna, ő magát tulajdonképpen egy satriának, tehát harcosnak definiálta. És ez fontos dolog, nem kívánta eltörölni a kaszrendszert, sokan ezt félreértik, hogy őt arra gondoltak, hogy egy szociális reformer volt, ugyanúgy, mint elárlom maguknak, a 20. században Gandhi sem akarta eltörölni a kaszrendszert, az egy működő rendszer a sok hibája ellenére. Butha maga is a koldus szerzetesek életét éli, és ugyanezt írja elő a szerzeteseknek. Nagyra becsüli a munkával való pénzkeresetet. Bölcs tanácsokat ad a vagyon megőrzéséhez, és nem veti meg a gazdaokat. Ezek fontos tényezők, ugye, mert a kereszténységnél ismeretes, hogy ö, ugye Jézus a gazdag ifjút azt bizony nem veszi be a tanítványai közé, mert azt mondja, hogy először menjen haza, ossza szét a vagyonát, és aztán jöjjön vissza. És az ifjú, mivel nagyon gazdag volt, szomorúan elment. Butha első tanítványai között van egy dúsgazdag Benáreszi cégmester fia, akinek Butha nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy jótékonykodjál. Arra van ez a nagy vagyonotok, és aztán a, hozd el a szüleidet is, és el is hozza, és azok is buddhistákká válnak, világi buddhistáknak. Elfogadja a dusgazdag kereskedők a kurtizánok ajándékait, vendégségbe jár hozzájuk. Tehát a kurtizánok olyan szerepet töltöttek be, mint mondjuk a periklési aténban, hogy a legműveltebb nők voltak, akiknek komoly vajonuk volt, és ezek közül többen aztán ugye kiváló buddhista apácák lettek. Hogy említettem, voltak olyan asszonyok, akik a saját keretükből, hogy úgy így mondjam, bőségesen támogatták a buthát és a követőit. Azt mondja, hogy ha valaki megdolgozik a pénzért, az a munka jellegétől függetlenül is erény. A személy pedig, aki megdolgozik, az egy értékes, sőt, mi több, csodákra képes. Az egyik leghíresebb történet erről egy későbbi szövegben van. Arról szól, hogy egy híres kurtizán, a Ganges partján áll, amikor a király látogatást tesz, és a királyoknak néha vannak furcsa, mondhatnám őrült ötletei, az jut eszébe a királynak, hogy mi lenne, ha a Ganges visszafelé folyna. Tehát, hogy egy ilyen csodát, ha valaki tudna tenni, az bizony ö, nagy dolog volna. Hát Indiában az indiakra jellemző, soha nem mondanak igent vagy nemet, ez megnehezíti a velük való munkát. Az emberek megígérik, hogy megcsinálják, aztán nem csinálják mert nem jönnek el. De sosem mondják, hogy ezt nem lehet megcsinálni, vagy nem tudjuk megcsinálni. A királynak azt mondják, hogy nehéz lenne, hogy a Ganges visszafelé folyik. Azonban ezt meghallja a kurtizán és ráparancsol a gangászra, és az elkezd visszafelé folyni. Erre oda rendeli a király a sokat a, a, a sztori szerint, a, és megkérdezi, hogy hogyan, hogyan lehet ez. Ez pedig így válaszol, idézem, aki nekem király, pénzt ad, legyen az nemes, vagy brákmana, vagy kereskedő, vagy alantas, vagy más valaki, annak én ugyanazt a szolgáltatást nyújtom. Nem különböztetem meg őket a pénzben, egyenlőket, ö, mindenféle hizelgért és undort félretéve szolgálom. Ez az én tanúságtételem, és ezért én meg tudom azt is tenni, hogy a hatalmas ganges visszafelé folyik. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor megkérdezik Butát, hogy ha valaki ö, iparkodással jelentős vagyont szerzett, akkor ezt hogyan kell kezelni? Ma is jó az tanács lesz, idézem. A Butha ezt mondja, az erényekkel bíró bölcsember úgy tündököl, mint a tűzlángja. Hát ez szépen hangzik. A vagyongyűjtő vagyona úgy halmozódik, vagy, mint a szorgoskodó méheké. Vagy ahogyan egy hangyaboly növekszik. Az így felhalmozott volna vagyonnal azután a családjában méltó módon élhet. Ossza szét négy részre a vagyonát, a felosztott vagyon egy részét elfogyaszthatja, ez azt jelenti, hogy maga is családja javára, és ebből kell jótékonykodni. Két részét fordítsa bele a üzletbe. Két részt. A negyediket pedig helyezze letétben. Jó jön az majd inséges időkben. Tehát mondtam, azt mondtam, mint egy bankba, ugye ez Indiában sokszor földvásárlás vagy aranyvásárlás. Butha nagyon jó kapcsolatot teremt a korabeli kisebb-nagyobb királyokkal. Az egyik király, amikor megkérdezi Buthát, hogy van-e olyan dolog, ami a evilági és a túlvilági célok megvalósítását eredményezi, akkor egy szóval válaszol a Budha. Ez Pál úgy szól, hogy appamáda, a szó jelentése az, hogy igyekezett törődés, de ez megint az indiai gondolkodás, az indiaiak szeretnek negatív fogalmakat használni. Tehát az A, ugye, mint sok más nyelven egy fosztóképző, tehát, hogy nem restség tulajdonképpen azt jelenti szó szerint nem restség, nem nem törődömség. Pszichológiai értelemben ez tudatosság, gazdasági értelemben pedig okos gazdálkodást jelent. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Ha mindezt alaposan végig gondoljuk, akkor nem ragaszkodunk makacsul egy felvetett évszámhoz, hanem elfogadjuk azt, hogy a butha akkor jelent meg észak amikor a társadalmi és gazdasági feltételek egy újfajta gondolkodás számára adottak voltak, a mégis évszámokat kell mondanunk, ez legkorábban 500 körül lehetett, de lehet egy kicsit tényleg később volt. Úgyhogy röviden ez a lehetséges válasz. Fele, fellépése kétségtelenül egy bizonyos reakció volt a korábbi sokistenhítre, istenítre és a, azzal járó elburjázott áldozati rendszerrel. Tehát az áldozatok, amennyire ismerjük, több, hát több mint egy évezredig divatban voltak Indiában. Az indiaiak a áldozatot a világ teremtésével azonosították. Egy zseniális német tört, vallás történész Oldenberg azt a fogalmat szülte, hogy ez a a Wissenschaft volt. Képzeljék el egy áldozatot úgy bemutatni, hogy egy, akkor még ugye nem voltak igazi ismereteink sem az időről, sem a mirtanról, sem a hát a csillagászatról is hiányos ismeretek voltak, de egy áldozatot úgy kellett bemutatni, hogy egy adott földrajzi ponton, amit azt mondanám, hogy az érdi erdő nem tudom melyik pontján kell holnap éjjel fél háromkor bemutatni az, azt az áldozatot és azt megfelelő időben kell megfelelő módon a tüzet meggyújtani és megfelelő módon az imákat elmondani. Tehát egy óriási szervezést, egy csapatmunkát igényelt. Most ő nyilvánvaló, ez megint az indiaiak sajátos gondolkodása, hogy hát a nagy dolgokat sose lehetett megvalósítani, de hittek ebben, hittek ebben. Voltak királyok, akik szerettek volna élő testi formában a mennyországba jutni, meg hasonló, hát ez sose sikerült, de akkor mindig volt okuk, hogy azt mondták, hogy valami az áldozatban nem volt a helyén. De ez egy tudomány volt, ami az indiaiaknak ez a hihetetlen rendszerező képességével függ össze. Ezzel szemben Butha azt mondja, hogy nincs szükség sem az áldozatokra, sem az istenekre. Tehát ebből le lehetne vonni azt a következtetést, hogy a Butha ateista volt, ha szigorúan a fogalmat használjuk és egyesek ebből azt mondták, azt a következtetést vonták le, hogy hát akkor hogy lehet, egy ateista vallás az önellenmondás. De ez nem így van. Mert a buddha tanítása alapvetően egy megváltástan. tan. Megváltástan. Tehát ez a vallásnak az egyik legfontosabb kritériuma, és vallás, tehát nem pusztán egy erkölcstan, ami a buddhizmusban nagyon fontos, az erkölcs, és nem pusztán filozófus. Butáról igazán nem lehet azt mondani, hogy filozófus, mint ahogy általában a nagy vallás alapítókról sem. Később aztán jönnek a magyarázók, és azok majd filozófiát csinálnak a tanításból. A másik, hogy buddha csak a ön a egyénbe bízik, tehát talán erősen, erősnek hangzik az a jelző, hogy a buddhizmus egy vallási önzés, vagy egy, hát igen, tehát egy individualizmus. Az emberek semmi közbejáróra nincs szüksége, és csak ön maga felelős a saját lelki sorsáért. Ez korábban is megvolt Indiában, mert a lélekvándorlásnak ugye a egyik, mondjuk így a motorja, a tettek, a karma, amit nem pontosan a sorsnak, meg végzetnek, meg másnak is fordítanak. A, egyszerűen úgy mondják a korai szövegek butha előtt, hogy a jó tett az jó, a rossz tett az rossz. És ezt nem lehet megváltoztatni. Amit elkövettünk, vagy amire gondolunk, az, 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 az örök. Ez egy nagyon modern felfogás, ahogy említettem, a nyolcas években, ugye Angliában, emlékszem, azt mondták, hogy minden ember annyit ér, as much he can put into himself, tehát, hogy amennyit magába tud tenni. De és akkor hát én megkérdeztem, mint ilyen közép-európai ember, hogy ez rendben van, de hát van olyan ember, aki nagyon rossz körülmények között született. Még Angliában is, ha valaki mondjuk egy elszi bányász volt, vagy egy Skót bányász, az nem annyit tudott put him into himself, mint mondjuk egy Oxfordban végzett ember. Mégis a butha ezt mondta, és ez egy, ez egy modern, és ez egy nagyon örök életre szóló dolog, hogy önbizalmat adott az embereknek. A teteknek nagyon nagy súlya van a buddha megvilágosodást ígér. A hinduizmusban ugye a tettek azok magukkal húzzák az embert, mert a lélek örökké való, és a végtelen időben tulajdonképpen örökké él. Tehát ugye ha ez a világ pár millió év vagy százmillió év múlva véget ér, ugye mi úgy gondoljuk, hogy akkor nem lesz nap, nem lesz semmi, az indiók szerint majd újra kezdődik az egész, tehát önök is, meg én is valamilyen más formában meg fogunk jelenni. Azt nem tudjuk, hogy hogyan, de ez a tettei, mostani tetteinkkel mindenképpen összefügg. Mint minden vallásnak, persze a buddhizmusnak is van filozófiája, egyfajta életmódja, de ezt nem kell összekeverni a mai élő buddhizmussal, ahol ugye buddha már valóságos istené válik, és a templomokban egy vallási kultuszra él. A korai buddhizmusban a vallásnak a szintere a közösség volt, aminek az indiai neve szangha. A buddha azonban, amikor járja a falvakat, akkor egyszerű módon tanít, néha parabolákat használ, néha egyszerűen érvel, dialógusokba rávezeti az embereket, mint Szokrátész. A köznyelvet is használja, művelt brávonákkal pedig szintén a megfelelő módon tudott szót érteni a mai kánon egy kicsit már ugye átdolgozott formában van, tehát csak kritikával lehet használni, hogy mit gondolunk, hogy a eredeti buddha szavait, vagy pedig már egy megszerkesztett szöveget várunk. Ő egy megváltó, és nem, azt gondolja, hogy nem a filozófia megváltásnak az eszköze. Amikor bizonyos művelt tanítványai faggatják arról, hogy a világ örök, vagy nem, vagy a világnak lesz vége, vagy nem, akkor hallgat. Háromszor megkérdezik tőle, és a negyedik alkalommal megszállja őket, és azt mondja nekik, kitérő választat, hogy hát meg tudjátok mondani nekem, hogy az óceánnak az ajzatában lévő kvartszemek számát meg tudjátok számolni? Hát azt nem tudjuk. Hát akkor, ha én most elmagyaráznám nektek, hogy a világ örök vagy nem örök, nem tudnátok felfogni. Ez egy jó válasz. De alapvetően őt ez nem érdekli, mert ennek nincs köze ahhoz, hogy valaki boldog legyen és a megváltást elérje. A butha tehát, hogy már utaltam rá, a legfőbb tanítása az volt, hogy minden feltételekhez kötött dolog változásnak van alávetve. És három, mindenre három jellegzetesség jellemző. Az, hogy örök, nem örök, bocsánat, nem örök, mulandó, illetve hogy alá van vetve a szenvedésnek, majd erre még visszatérek, illetve hogy lényeg nélküli, azaz mondjuk az ember esetében, hogy lélek nélküli. Tehát amikor megkérdezik az egyik bölcs, az egyik királyt, hogy mondd, ki az, aki azt mondja, hogy ez az én két szemem, ez a két, két fülem. Hát ki az? Ez egy megfoghatatlan valami. Ez egy megállapodás, hogy látunk egy valakit, akinek van két füle, két szeme, és őt nevezzük valakinek. Ez egy megállapodás. Amikor meghal az illető, akkor szétesik ez a látható formája, a nevet esetleg megőrzik, de az már nem reális. Tehát addig létezik valaki, nem örök, amíg a név és a forma együtt van. Ez természetesen nem ilyen egyszerű, mert a Buddha is azzal számol, hogy a tetteknek van hatása, és tulajdonképpen a világi hívek esetében az út sokkal hosszabb ahhoz, hogy elérjék a megváltást. Tehát tulajdonképpen a világi hívek is kivannak téve a lélekvándorlásnak, tehát a tettek következményeinek, ami hát egy örökség a, a hinduizmusból a világ mindenségben az ember egy pont. Egy örök, az örök és örökké változó világ mindenségbe, de nem egy viszonyítási pont. Ezért ugye az indiai nyelvekben nincsenek olyan kifejezések, mint mondjuk az angolban az I have, az ich habe, a németbe, hogy nekem van, ez, ez, így nincsen. Egy igazi buddhista ma sem tép mondjuk egy virágot a réten, megelégszik az, hogy lehajol hozzá és megszagolja. Ez egy nagyon fontos szemléleti különbség. Mit, hogyan definiálhatnánk, hogy ki az, aki buddhistának számíthatott ebben a korai eredeti buddhizmusban? Talán azt mondhatjuk legszigorúbban véve, hogy aki három dolgot fontosnak tart. Ezt a három drága kőnek nevezzük, az egyik a buddha, a másik a tanítás, és a harmadik a közösség. Ugye említettem, hogy a halála előtt ugye ő azt mondja, hogy a tanítás, itt törekedjetek, ugye? és a saját példáját mondja csak a közösségben eltöltött élet után lehet elérni a megváltást. Tehát a korai buddhizmus a szerzeteseknek ígért azonnal megváltást. Most néhány esetben ezt igazolta maga a buddha, előfordult, hogy meghalt valamelyik tanítványa, és amikor ugye Indiában néhány órán belül el kell mindenkit hanvasztani, tehát nem lehet sokáig gyászolni, hát akkor mindenki sírt, jajgatott. A buddha megvigasztalta őket, hogy ez egy olyan ember volt, aki a nirvánába jutott. Most ezt el kell fogadnunk, mert ugye szoktam ilyenkor mondani, hogy amikor Jézus a keresztfán, mielőtt meghal, ugye azt mondja a jobb latornok, hogy te még ma velem leszel a mennyek országába. Tehát ezt egy kereszténynek el kell fogadni, és azt hiszem ezzel Butha is, akire azt mondta, hogy célba jutott, az célba jutott. Azt gondolom. Ö a, ahogy említettem, kevés, tehát csak a közösségben lehet, na most ennek az a következménye, hogyha egy szerzetes valamilyen követel vagy rend, rendszer törő, akkor a legnagyobb büntetése, hogy kitaszítják a közösségből. Na akkor gyakorlatilag a, elzárják az utat. Buthához, a világiakhoz és a, egyáltalán a világban való lehetőségekhez, Butha két verse, két neki tulajdonított verse sokat mond. Talán ez a legautentikusabb kijelentései közé tartozik. Persze, ahogy szoktuk mondani, ilyen okori klasszikus nyelvekben minden szinte lefordíthatatlan, tehát nagyon szerényen azt mondhatnám, hogy egy ilyen fordítás kísérlet, amit most felolvasok. Így ezt mondja, a számtalan újászületésből álló létforgatagon ö, átfutottam anélkül, hogy leültem volna, mert mindig kerestem a házépítőt, ugye ez egy jelképes, a test az a ház. Újból és újból való újászületés nem ad boldogságot. Házépítő, ugye ez egy megszólítás, megláttalak, újból nem építsz házat. Az összes szarufáid eltörtek, a ház csúcsa szétesett, és a ö, elmém, amit már nem köt semmi, elérte a vágyak megsemmisülését. Tehát egy nagyon jelképes, egy átlag ember számára is sokat mondó megállapítás. A világi évek tehát nem juthatnak közvetlen ide, a lélekvándorlásnak vannak alávetve. Mi is az a végső cél? Ugye a sokat emlegetett nirvána, vagy páliul nibbána, a jelentése a korai buddhizmusban nem, nem kialvás, vagy a későbbi buddhizmusban ugye sokszor a semmivel azonosítják, ami egy különleges filozófiai álláspont. Abból adódik, hogy vannak olyan buddhista iskolák, akik ugye a, a világ realitását is kétségbe vonják, tehát az szerintük például egyáltalán nem biztos, hogy önök itt vannak ebbe a terembe, és én itt vagyok és beszélek, ezt nem lehet bebizonyítani majd meglátjuk, de most nem erről beszélek. Ez egy képzelet, hogy mi azt gondoljuk, hogy itt vagyunk, és most egy előadás zajlik. De maradjunk az eredeti buddhizmusnál. Tehát a nivána egy különleges helyzet. A szó a váfújni igének egy igekötős változata, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy elfújás, elfújás mint ahogy a tüzet elfújjuk, és miről van itt szó? A szenvedély vagy vágy tüze, a gyűlölet tüze és az elvakultság tüze. Ha ezt a hármat elfújjuk, látszóra egyszerű dolog, nem egyszerű. Ugye a vágyak állandóan bennünk vannak. Tehát Butha is állandóan azzal küzd, amikor az ördög megkísérli, hogy az emberbe vágy van. A szerelem, meg az ördög, ugye az, az azonos megszületés ugye a vágyból ered, ami nem biztos, hogy jó. Most a gyűlölet irítség az egy nagyon erős emberi, emberi, érzés, nehéz elfújni, ugye? Most az elvakultság, tévhit, ezt ma azt mondanák a mai relativista világban, hogy mi az, ugye? Butha talán tudta, hogy mire gondol, hogy mi a tévhit. Hát, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy elfújjuk ezeket, arra a benáresi prédikációban néhány gondolatot találunk. Ez a prédikáció jelenti jelképesen a tankerekének a megindítását, mondhatjuk azt a buddhizmus megszületését. A prédikáció felépítésében a buddha egy orvosi modellt követ, először is felállít egy diagnózist a világról, tehát diagnosztizálja a panaszt, megtal mutatja, megtalálja az okát, és azt is megmondja, hogy mi az, ami megszüntetheti ezt az okot, és előírja az orvosságot, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Hát egy picit olvasok ebből, Ó, de szerzetesek két véglet létezik, amelyeket nem szabad annak szolgálni, aki lemond a világról. a világról a lemondás fontos. Melyik ez a kettő? Az egyik a vágyakban való élet, a vágyakhoz és élvezetekhez való ragaszkodás. Ez alantas, nemtelen, értelmetlen, méltánytalan, semmire való. Kicsit túl sok jelző, de gondoljanak arra, hogy a buta élőszóban tanított, nem olvasták a hívek. A másik az önsanyargatás beli élet. Ez fájdalmas, méltánytalan, semmire való. Szerzetesek, a beérkezett, ezt ő magára mondja, mindkét véglettől megszabadult, a középső úton járva, megismerte azt az utat, amely felnyitja a szemet, felnyitja az értelmet, amely nyugalomhoz, megismeréshez, megvilágosodáshoz, a nirvánához vezet. És ez az út, a nemes nyolcészes út, Hát ugye ezek nehéz kérdések, hogy ma ezen mit gondolna valaki, ezekről mit gondol, hogy helyes hit, helyes elhatázás, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes élet, helyes igyekezet, helyes gondolkodás, helyes önmagunkba mélyedés. Ez az a középsúta, amely felnyitja a szemet. És akkor jön az a mondat, ami sokakat ugye, egy kicsit elriaszt a buddhizmusról, és azt mondja, hogy és ez a szenvedés nemes igazsága, tehát elmondja a négy nemes igazságát, a születés szenvedés, az öregség szenvedés, a halál szenvedés, a nem kedvessel együtt lenni szenvedés, a kedvestől elválasztva lenni szenvedés, a vágyott dolgot el nem érni szenvedés, a létbe kapaszkodás öt alkotóját a test tudati, meg egyéb dolgokról van szó, ez mind szenvedés. És akkor hát utal arra, hogy ezt hogyan lehet elhagyni, és amikor ezt ő elérte, eljutott a teljes megvilágosításhoz, felragyogott a megismerés, a megváltásom megváltoztathatatlan, ez az utolsó születésem, több születésem nincsen. Tehát ő, itt a szenvedés egy kulcsfogalom, ezt egy kicsit finomítanám, a dukha szó, az valóban szó szerint fejlőd, fejlőd, fejlőd szenvedést jelent, de az indiek mindig ellentét ellentétpárokba gondolkoznak. Tehát tulajdonképpen itt azt jelenteni, hogy nem boldogság, nem tökéletes boldogság. Egy kicsit belemagyarázás, de talán akkor vagyunk legközelebb az igazsághoz, ez ezt elfogadjuk. Most sok európai nagy gondolkodót ez kicsit elriasztott, például a világhírű ugye Albert Schweitzer, aki humanista volt, orvos volt, teológus volt, meg sok más művész volt. A buddhizmust egyértelműen az életet tagadó, pessimista vallásokhoz ö, sorolja. Ha mégis azt nézzük, hogy mi az, ami egy kicsit ilyen borús hang és pessimizmus, hát akkor talán azt azért mondhatjuk, hogy a városokban, amelyekben Butha járt, vagy a bizonyos indiai városokban, iszonyú lehetett a halandóság. Kicsit butánál későbbi orvosi szövegek sok mindent elárulnak arról, hogy milyen betegségek voltak, és milyen könnyű volt meghalni. Hogy vigaszt találjunk, idézném a egyik leghíresebb német indológusnak, a Helmut von Glasenapnak, akinek magyarul is jelentek meg írásai a kitűnő jellemzését. Idézem, a rendíthetetlen bizalom az erkölcs hatalmában, és a törhetetlen remény a megváltásban azok a legyőzhetetlen erőforrások, életforrások, amelyekből a buta és követői erőt merítettek ahhoz, hogy a szenvedés világában diadalmas derűvel harcoljanak és tevékenykedjenek azt említettem, hogy nem elsősorban erkölcstalan, hanem megváltástan a buddhizmus, de azért a buddhista erkölcsnek a klasszikus megfogalmazását egy kánonbeli versből idézném, és a hangulat kedvéért a verset páliul is felolvasom. Tehát így szól. Szabba pápassa akaranam kuszalassa upa szampadá, Szacsitta parióda panam, étam utána szászanam. Magyarul az összes rossznak nem tevése, a jó vállalása, saját elménk megtisztítása, ez a buthák tanítása. Ez azért egy nagyon általános és nagyon jó dolog. Közismert, hogy Indiában a buddhizmus nem vert erős gyökereket, a buddha maga volt, hogy a vallásra csak ezer évig fog fennmaradni, vagy amikor unszolták, hogy vegyen föl női rokonait szerzetesnek, azt mondta, hogy akkor csak 500 fog fenntartani. Ami Indiát illeti, bevált a jóslata, de India közben, a buddhizmus közben kilépett India határon, és tényleg világval, hódító világvallásá vált, hogy miért van ez így. A buddha legfontosabb üzenete az, hogy az ember önmegvalósítás révén eljuthat a megváltásba, sok ember számára imponáló volt. Még a későbbi, tehát a Krisztus utáni 6. 7. századi nagyon komoly kínai buddhista gondolkodók is, ugye azt hangsúlyozzák, hogy mindenki lehet butha. Vagy a késői buddhista szövegekben egy nagyon szellemes érvelés, hogy miért nincs pokol. Hát azért nincs pokol, mert az lehetetlen, mert az ördögök is megjavulhatnak, meg az ördögöknek a mindenféle segédeik, meg az ott lévő mindenféle gonosz állatok és korpiók és mindenki, hát azoktól se lehet megvonni azt a lehetőséget, hogy tökéletes legyenek, és akár buthává váljanak. Ez egy nagyon sajátságos gondolkodás. Hagyományos hindú társadalomban azonban a nagycsaládi kötelékek túlzottan is erősek voltak, tehát az, hogy kilépjen valaki a családból, az ma is van, hogy egy-egy guru vagy egy szent, de azok nagyon kirívó esetek. Most is vannak, nők is vagy akadnak, de ez Indiában nem egy elfogadott életmód. Aztán nem utolsó sorban a 13. századból a világpolitika megváltozik. Tehát a mai Afganisztán és Pakisztán területén megjelenik az iszlám, ami hát nagyon komoly hatással van. Nem csak a háborúk miatt pusztulnak el kolostorok, hanem konkrétan. Az indiai társadalomnak bizonyos hátrányos helyzetű emberei bizony úgy érzik, hogy át lehet térni az iszlámra. Tehát a mai kásmiri problémának is ez egyik oka, hogy a, bizony a tömegek egy nagy, nagy része átért az iszlámra, vagy ugye Banglades, ami hát India keleti része, azért muszlim ország, mert bizony a buddhista parasztok áttértek az iszlámra ez egy tény. Tehát sok minden közre átszott. Tehát Indiában lényegében egy belső folyamat révén szorult vissza a hinduizmus. Vallásháború se volt, tehát azt nem mondhatjuk, hogy a hinduizmusnak a propagálói üldözték volna a buddhizmust. Ázsia más országaiba azonban butának a legfontosabb gondolatai termékeny találtak, a szerzetesség is elfogadott társadalmi létforma, ott gondoljunk főleg Tibetre, de máshol is, és nagy átment eredeti ideológia, pedig a világi híveknek is lehetőséget adott, tehát nem csak a szerzeteseknek arra, hogy a megváltásra jussanak. Maga a buddha pedig, és a buddha korábbi megszületései valóságos isteni formává váltak, akiket szobrok és más idolok formájába imádnak, Tibettől Japánig, és aztán végül is a buddhizmus ebben a sokféleségében egy igazi, ma is élő világvallásá lett. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon érdekes, izgalmas előadás volt, amit végig azon gondolkodtam, hogy biztosan lesznek kérdések a, a akár az időpont meghatározásával kapcsolatban, akár azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyek előjöttek a magáról a tanításról meg az hozzákapcsolódó világképről. Úgyhogy maguknak adom a szót. Az lenne a kérdésem, hogy több helyen fölmerült, hogy mi a helyes kiejtés, Buddha vagy Buda? Vagy mindkettő elfogadott? Nem. Budha, az üvegben léteznek ilyen úgynevezett hehezetes hangok, mint a görögben is. Tehát, hogy THDH, ez egy standard. Indiában ez nagyon komolyan megalapozott dolog. Tudod, Indiában a, a úgynevezett fonetika, ami Európában egy modern tudomány, Indiában a ősi tudományok egyike volt. Mert ugye, amikor a himnuszokat valaki előadta, akkor a, a, a valaki sejpített volna, vagy azt mondanánk, ha valaki nem a legjobb oxfordi kiejtésben szaval, akkor nem értik meg az emberek. Tehát az, az úgy képezték, az embereket, tehát ezt rögzítették is, úgynevezett hangtani kézikönyvben és DH, TH, DH. Mm. Köszönöm, és mm. még ha szabad egyet, hogy Igen, ö, említett, hogy a kasztrendszer régen Igen. nem így hívták, akkor előtte hogy volt az? Igen, hát leg... van egy ilyen egy dolog. A legkorábbi szövegekben a Magyarul nem tudok jobb szót használni, hogy a rendek. Tehát, hogy van a papirend, a nemesek rendje, a dolgozó, de még hát rituálisan tiszta emberek. Ez fontos, mert magát a kaszt fogalmát is nagyon nehéz meghatározni. Ugye, az egyik lehetséges meghatározás, hogy azok a kasztba sorolható emberek, akik rituálisan bizonyos tisztaságnak eleget tesznek tehát akiktől például el lehet fogadni ennivalót, és akikkel lehet esetleg házasságot kötni, meg egyéb. De ez egy nagyon bonyolult valami, mert ugye India egy földrész, azért azt sose felejtsük, hogy olyan, mint Európa. Tehát India nem csak most egy milliárd, hanem az ókorban is hatalmas volt, és ugye nagyon sokféle nyelv, és sokféle hát, antropológiai összetételű az ország. India fantasztikus volt ilyen szempontból, mert Szoktam mondani, hogy egy nagy demokrácia az India, mert Amerikában ugye kiirtották az indiánokat, tehát főleg Észak-Amerikában. Az oroszok is azért, amikor terjeszkedtek Amcsatkáig, akkor hát aki útba volt, az esetleg áldozatul esett. Indiában nem. Tehát Indiában azt mondták, hogy találtunk most pár ezer furcsa embert, ezek nem úgy élnek, mint mi, akkor ez egy új kaszt, ez egy új kaszt. Tehát így, így szaporodtak a kasztok. Vagy ha egy nagyobb társaságot találtak, akkor a, a törzsfőnök az egy harcos, egy nemesként be sorolva, a varázsló az papként. Na most annyi maradt ebből, hogy még ma is bizonyos hasonló kasztok sem házasodhatnak. Tehát mondjuk konkrétan egy Benárez környéki barátom panaszkodott, hogy az unoka, hogy se Kalkutával az egyetemen megismerkedett egy lányjal, és el akarja venni. Megkérdeztem, hogy hogy van ez. Azt szóval nem mehet a dolog, mert igaz, hogy a lány ugyanolyan kasztú, mint mi, de ezek húst tesznek. Ők nem lehet. Tehát más a hagyományuk, igen. Ez valamit a régi, tehát a történeti korból tükröz. Fogalmam sincs, hogy jól gondolkodom-e, vagy bennem fölmerült ez a kérdés régebben, hogy az ismereteim nagy Wikipédiáról vannak ez ügyben hogy ugye a buddhizmus bóthiszatvákat is számon tart. És a bódhiszatvák azok, akik ugye vissza, úgy döntenek, hogy visszajönnek és segítik az embereket. És több helyen találkoztam vele, hogy bizonyos értelemben a bóthiszatvákat magasabb rendűnek tartják, mint, mint magát a buddhasságot. Hogy ezzel mi a helyzet, hiszen ugye maga a vallás alapító ezek szerint nem, jön, nem jött vissza az embereket segíteni, hanem ő, ő úgy döntött, hogy, hogy nem születik meg többé. Igen. Hát egy-két mondatban erre céloztam, amikor azt mondtam, hogy a mai buddhista országokban ugye Istenné vált buta, és az ő előző születései. Szándékosan nem használtam a bóti szatvát, amennyire lehet az idegen szavakat kerültem. A bóti szatva azt jelenti, hogy megvilágosult lény, és ugye ha arra gondolunk, hogy a tökéletesedésnek útja van, akkor a buta esetében is lehet mondani, hogy ő se azon vált és ebben a mai Buddha az azá vált, de megszületett bóthiszhatvaként, tehát megvilágosult lényként, korábban is, többször és sokszor. Most a gond persze, hogy ahogy mondtam, az indiai gondolkodásnak nagyon nagy, hogy mondjam, végletei vannak, mert a későbbi filozófi, nem csak a, a világnak a létezését vonják, kétségbe, nem szokták azt is mondani, hogy a botisatva az egy tökéletes lény, megvilágosult lény, de azt is tudja, hogy nincsenek tökéletes lények. A botisatva segít az embereknek, de tudja, hogy nem kell segíteni az embereknek, mert a Butha azt nem ígérte meg. Kicsit furcsán hangzik, ugye? Ez olyan, mint amikor a Buthát megkérdezik, hogy ő kicsoda. Azt mondja, ez se vagyok, meg az sem az úgy jött vagyok. <laughs> Ugye? Tehát ez egy egészen más dolog. Tehát a bóti szatvák valóban, ahogy ön mondja, egy komoly, a mai buddhizmus, hát például Kínában az egyik bóti a nagyon furcsa kombináció egy eredeti kínai anyaisten nővel képzeljék el. <laughs> kombinálták. Tehát van egy avalókítés van Tésvara nevű bóciszatva, aki a lenézőisten, isten, már úgy értem, hogy letekintő, tehát az embereket észreveszi a bajaikkal együtt. Tehát egy igazi segítő isten, aki megment a bajból, egy igazi hát egy megváltó. Őt legalább olyan tiszteletbe tartják, mint a buthát. Viszont egy furcsa valami, hogy egy, egy helyi, egy olyan isten nővel hozták egyben, mintha azt mondanánk, hogy egy abszurdum a kereszténységben, mintha összemosnánk Máriát a Szent Háromsággal. Nagyon furcsa hangzik, igaz? De azért azt mondhatjuk, hogy Máriahoz is könyöröghetünk, ugye közbejárásért. Akkor helyes. Ugyanígy a bóci szatvák is közbejárnak. Most az bonyolítja a dolgokat, hogy a kánonban, a buddhista kánonban van egy nagy gyűjtemény, ami a bóci szatvákról szól. Tehát a buddha előző születéséről 520, 25 vagy 26 történet, és na most ez azért van, mert a Indiáról azt is talán ismerik, hogy India a mesék hazája. Vagy legalábbis a világ egyik olyan helye, ahol nagyon korán voltak jó mesék az ókorban. És a Buddha, amikor tanított, egyszerűen azt mondta, hogy vegyünk egy ismert mesét, azt egy kicsit átírjuk, vagy átköltjük, mindenki ismeri a sztorit. Tehát csak a főszereplőket kell buddhistává tenni, és akkor azonnal hallomásból követni tudja a hallgatóság, mindegy, hogy milyen művelt. Ugye? Tehát ezek a dzsátakák, az úgynevezett a születéstörténetek. De ez azért a buddhizmusnak a későbbi vonulata, tehát nem, a, nem az eredeti. Ugye Budha ebben a versben, amit idéztem, hogy a számtamújás születésen átmentem, erre céloz, céloz de e, alapvetően, ahogy ön is kérdezte, egyszer elég, ha megszületünk, és tökéletesítjük magunkat, és abban azt mondta, hogy ezt így kell csinálni. Ezt én is megtettem, én is voltam fiatalember, megnősültem, ott és e, megpróbáltam tökéletessé válni, és ez sikerült, kövessetek engem, így kell. <hül> ez az eredeti buddhizmus. <hül> De az ember ugye gyenge, tehát az ember azt kérde, hogy hát jó lenne, ha segíten egy ő rangyal vagy valaki. Hát ezek a bódiszatvák később. A mosolygós buta. Ha Isteneket megnézzük, akkor mindig komolyak, harcosak. Ez mosolygós. Kis háttizsákkal megy. Ennyi lett volna. Két. Igen, hát a, 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 but, a mosolygos buthák, a, főleg a kínai buthák, a, a legtöbb, ami ránk maradt szobrocskák, eleve ugye, Indiában, a, meg hát más kultúrákban is, amikor nehéz volt az élet, illetve nagy kincs volt az étel. Ugye a gazdag, boldog embereket mindig korpulensnek képzelik el. Tehát a, amikor a buthát elkezdik ábrázolni, akkor nem egy sovány, egy szigorú az kétát. Vannak olyan ábrázolások is, ami az ő de amikor minden bordája kilátszik. Vannak ilyen szobrok, ahol ijesztő, mint egy csontvált. De az igazi az, hogy ő egy joviális ember, Indiában, ahogy említettem, nagyon későn alakul ki a, a ábrázolás, Tehát azok ilyen eszményi, nem mondhatnánk, hogy portré, nincs egy olyan elképzelés, mint mondjuk akár Jézusról, hogy a Jézus egy ilyen vagy olyan fiatal emberként, milyen haja volt, vagy butáról idealizált elképzelés van. Egészen pontosan a Krisztus után, tehát sok évszázaddal a vélt élete után vannak kánoni leírások, és itt megint az az indiai okoskodás, hogy 32 két szépség jele van. Hát egyet-kettőt mondok maguknak, próbálják ki. Hát például az egyik nagyon jó, hogy az ember feletti lény, hogyha valaki így áll, egyenesen kiúzza magát, és a, kinyújtja a kezét, és leér a térdéig. Tehát ugye ez másoknál is volt, ugye, hogy longomanus, ugye, longimanus, longomanus, vagy a oroszul is, ugye, a, a dolgorúki, ugye, a nagy ugye, akinek hosszú keze van. Ugye. Na most a másik, hogy hát hossz a fülei, valószínűleg nagy fülbevalókat hordott, tehát ilyen megnyúlt fülei vannak, a fején egy dudor van, az szinte kötelező. Most ezen vitatkoztak sokan, hogy ez egy eredeti fejdudor volt, vagy főleg tajföldi, meg egyéb dolgokon, az már szinte olyan, mint egy kígyó ágaskodna föl, vagy egy lángnyelv ágaskodna föl a koponyáján. Tehát kialakulnak ilyen típusok, butha típusok, a mosolygó butha mindenképpen a, a megelégedettség, a jóság inkább a későbbi ábrázolásokon van, de a butha a megnyugvást jelentette. Ugye abszolút a megnyugvást, ugye életének egyik nagyon érdekes története, amikor a sógora őt 72 éves korában el akarja távolítani a vezetésből. És többek között egyszer egy szűk utcán, amikor megy a butha a tanítványra, ráúszít egy vad elefántot. De néha az egy nagy veszély Indiában, az volt a, a hagyományos Indiában, a bazárban vagy a szűk utcában, hogy egy megvadult elefánt sok embert nagyon taposott. És akkor a butha megáll mosolyogva, és így tartja a kezét, hogy állj meg. és akkor megáll a a, tehát az jósággal a, a kedvessége. Ez Indiában egy általános dolog, ugye 1947-ben, amikor elszabarult a pokol Indiába és Kalkutába, ami egy sokmilliós város volt, sajnos a muszlimok meg a hinduk egymásnak estek, a Gandhi még egyszer le tudta állítani az, az utcai harcot. Tehát megállt az a kis ember így csinált, mint a butha, hogy gyerekek, <laughs> álljatok meg, és megálltak. Hát aztán már nem, sajnos. Nem tudom, hogy ezt jól tudom, -e, de nekem a valók varával kapcsolatban egy olyan inform, vagy én, én akadtam olyan infóra, hogy, hogy magát a dalai lámát is ugye összefüggésbe hozzák a valókítés varával, tehát hogy igen. azt mondják, hogy igen. Ő, igen. Ő, ő, ugye ennek a sokfelé néző írgalomistennek a igen. igen. Hogy egyik leszármazott, vagy, ez egyik újjászületése. Igen. Az egyik dolog, ami, ami, hogy arról, hogyha esetleg valami információval tudsz szolgálni, ez tényleg nagyon érdekelne, hogy ugye régebben volt ezzel kapcsolatban sok elmélet, hogy Jézus Krisztus tanai összefüggésbe hozhatóak, hiszen a buddhizmusban számos, pont, buddhizmusba számos ponton emlékeztetnek. És ugye volt egy ilyen elmélet, hogy a Krisztusnak ugye a nem ismert életszakaszában buddhista tanokat folytathatott, és ezeket részben ő módosítva, de hogy a világ elé tárta. A másik pedig, ami még most itt felmerült bennem, hogy Buthanak van egy olyan mondás az egóról, amikor ugye megkérdezték tőle, hogy mi legyen a sorsa, ugye ez a részben a vágyaktól együtt a szenvedéstől való megszabadulásnak is az útján, ő annyit mondott erre, hogy el kell lobbantani. Ki kell fújni. Igen, el kell fújni. hogy ezt, ezt, ezt hogyan értelmezi a, a, a buddhizmus, vagy, vagy erre, erre van-e valami olyan értelmezés, ami egy picit kevésbé homályos? Hát itt most tövident érintett, Jézus Krisztust ki kell zárnunk, mert ugye akármennyi gond van a buddha datálásával, az azt hiszem egyértelmű, hogy a buddhizmus az történetileg egy korábbi valami, mint a kereszténység, sőt hát a ugye még ha a babiloni fogságból visszatér zsidókat vesszük, hát az is ugye, amikor rögzítik a Ótestamentumot, az is egy későbbi talán, vagy legfeljebb egykorú a buddhista kánonnal. De most a, a Jézusnak vannak, még nem tudják elfogadni, hogy Jézus ugye a világot fizikai múltával elhagyta. Hát ma is van olyan hely Indiában, ahol Jézus sírját tisztelik. Ezek népies elképzelések, de ezekkel különsebben nem lehet semmit tenni. Hát aki hisz benne, az hisz benne. Tőlem is sokszor megkérdezték, hogy ugye a kis Jézus Egyiptomba a, a egyiptomi bölcsektől tanult. Erre azt szoktam mondani, hogy hát a Jézus, mivel az Isten fia volt, neki nem hiszem, hogy kellett volna tanulnia, de hát ez egy más kérdés. Na most a második kérdés, hogy mit ért ezen a butha, nagyon is emberi dolgokat ért, Tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy tényleg mi az a vágy, szenvedély, mert az indiaiak ugye a vágyat és a szenvedélyet azt nagyon komolyan veszik. Tehát egy indiai szerint egy emberbe három dolognak együtt kell lenni egyensúlyba ahhoz, hogy igazi, komplet ember legyen. Tehát a világi dolgokat, amiket őt arthának neveznek, tehát meg kell keresni a pénzt, és elő kell teremteni az anyagi javakat. A második a darma, tehát hogy erkölcsi és hitbeli dolgokat követnünk kell. A harmadik pedig a káma, amit ugye nem pontosan úgy folyítanak, hogy szex vagy egyértelműen testi szerelem. Nem, az az érzelmeknek a egésze. Tehát az egy eszmei szerelem is, meg természetesen annak egy formája a testi szerelem. De most az indiai teremtés a legkorábbi teremtés ami lehet, hogy Krisztus előtt 9. század, vagy 10. század, abban arról van szó, hogy kezdetben nem volt sem a lét, sem a nem lét, ugye bölcskezdés, kezdés, de először a vágy, a káma mozdult meg. Így szól a következő sor és aztán úgy végződik, hogy hát talán az Istenek ezt tudják, és egy bolcs kérdéssel zárva a himnusz, hogy vagy ők sem. Tehát <laughs> ennél sokkal többet nem tudunk mondani, de a vágy az egy óriási erő, ugye, ami lehet megtestesülve az ördög is. Tehát amikor Butha mielőtt tanít, megjelennek neki képzeletbe az ördög. Ja, hogy Jézusnak is megjelenik az ördög, erről lehet vitatkozni, hogy tényleg az ördög valami fizikai voltába, vagy pedig ez egy belső gyötrődés volt. Ugye? Hát erről sok mindent lehet mondani. Ö, igen, tehát butha ezt elég világosan megmondja, hogy mit kell elfújni. Az eredeti szövegekben én azt gondolom, azon lehet vitatkozni, hogy pontosan hogyan definiáljuk a gyűlölséget, a irítséget. Ezek nagyon tágfogalmak. Meg mit tartunk mi? tévtannak, ugye? Az ma már hajaj, erről nagyon nehéz lenne állást foglalni, hogy mi mit tartunk tévtannak. Tehát ő ezt mondja, hogy ezt el kell fújni, ez majdnem egy lehetetlen feladat. Majdnem lehetetlen feladat. Meg amiről nem tudunk semmit mondani, erről hallgatni kell. Ezt nem a Wittgenstein találta ki, ezt elárom. Na, ezt, azért sokan mondták a butha is.